Bácskos udvarára a reggeli órákban érkeztek meg a fellépők, számos vajdasági település képviseltette magát a fesztiválon. A Gyöngyösbokrétára idén 37 tánccsoport érkezett. Délbe terveztük a templomban, hogy kezdődik a liturgia, illetve hát 3.12-kor ezt megelőzően lesz a reformáció 500 éves jubileumára egy emléktábla avató, szintén itt a református kertnek a kapuján egy emléktábla van elhelyezve, illetve hát a felvonulás után majd a Kossuth parkban lesz a maga föllépés és a program. A néptánccsoportok hagyományos felvonulása nyitotta meg a vasárnapi napot. Felcsiki táncokat hoztunk most, hát a viselet az hagyományos felcsiki, lányok piros ruhába, fiúk zsinóros mellénybe, mint látható nadrágba. Hát a Gyöngyösbokrétán az Egyesület megalakulása óta minden évben részt veszünk, szóval 1980 óta, úgyhogy nagyon szeretünk ide járni, és nagyon jó, hogy van ez a rendezvény. A rendezvényt Pásztor István nyitotta meg. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke gratulált a Bácskos udvarfalviaknak a szervezéshez, hisz, mint mondta, színvonalas eseményt sikerült tető alá hozniuk. A Durindős Gyöngyösbokréta hétvégéje mindig egy csodálatos hétvége az év folyamán. A hangulata miatt függetlenül attól, hogy ki szervezi, hol kerül megszervezésre, mert kitapintható az a odafigyelés, az a szeretet, ami a szervezőket áthatotta akkor, amikor készültek a Gyöngyösbokrétára. Nem hiába dicsőség a Gyöngyösbokrétának és a Durindónak a szervezőjévé válni. Ezt tapasztaltam én itt most Bácskosútfalván is, és tudom, hogy nem volt egyszerű, mert sose egyszerű egy ilyen nagy rendezvényt összehozni. Ezzel hivatalosan is megkezdődött az 54. Gyöngyösbokréta. Csattogtak a csizmák, pörögtek a szoknyák, a fergeteges hangulat pedig átragadt a nézőkre is. A néptánc és népzene mellett számos kísérő rendezvénnyel várták a látogatókat a szervezők. A gyerekeknek játszóházat alakítottak ki, ahol együtt énekelhetnek, táncolhatnak, de kézműveskedhetnek is. Az ünnepségsorozat végén pedig átadják a fesztivál lobogóját is a jövő évi házigazdának.